csillag van az égen. Véget ért megint egy szép napunk, későre jár, mégis nehéz most a búcsú, hiszen Isten tudja, hol találkozunk. Az angyalok is könnyes szemmel néznek, ha látják, hogy mi még együtt vagyunk. Későre jár, mégis nehéz most a búcsú, de hát Isten hozzád vár az otthonunk. Egyszer még... Én is, Uram, köszönöm most neked, hogy az eljött életcsapák között volt hozzám mindig még üzeneted. Tápláltad tovább bennem az erőt, szeretni az embert és küzdeni, s hűn állni meg Isten, s emberen. Június van, s nagyon magam vagyok, s kísértenek élt-éltem árnyait, s az elbocsájtó iskolapadok. Kedves végzős diákok! Az elmúlt hetek eseményei átalakították mindennapi életet. Megszokott iskolai élet helyett új kihívásokkal találtuk szemben magunkat. Márciusban még nem gondoltuk, hogy rendhagyó módon kell befejeznünk a tanévet és elköszönnünk egymástól. A rendkívüli helyzet ezt is felülírta. De itt vagytok, ma még itt. Az utolsó pillanatokba fogózva keresitek a búcsú szavakat. Miattatok, értetek van a mai nap. A búcsúban mindig benne rejlik némi szomorúság, ami az elvállás elkerülhetetlen tartozéka, mégis valami izgatott, boldog várakozás is kavarok a szívetekben. Különös kettőség ez. Hiszen nincs diák, akit évvel évre ne ezt a napot emlegetni, ne várná annyira a befejezést, az utolsó évet. Titkos tervek szövődnek, mi minden vár rátok, ha tiétek a szabadság. A nyári élete kitölti minden gondolatokat. A búcsú napjában csak a lezárást veszitek észre, amit annyira vártok. Ezekben a pillanatokban azonban kell, hogy gondoljatok a holnapra is, hiszen minden befejezés egyben valami új kezdete. De a mai nap legyen a régi, kissé talán megfakult emlékeiteké. A tiétek. Búcsútó diákokként talán nektek lett volna leginkább szükségetek a bíztató, bátorító szavakra, tanáraitok, társaitok közösségére. Egy korszak most lezárul. Új lehetőségek és kihívások állnak előttetek, hiszen szeptembertől mindannyian a középiskolai élet részeseivé váltok. Terveitek, elképzeléseitek megvalósításra várnak. Merjétek álmodni, bízatok magatokban, és építsétek a jövőjéket. Most itt vagyunk együtt utoljára. Elérkezett ez a nap is, amely lehetőséget biztosít számunkra arra, hogy emlékezzünk arra a 8 évre, amit együtt tölthettetek. Egy rendkívüli helyzetben rendhagyó módon köszöntünk most benneteket. Az előttetek álló feladatokhoz sok sikert, erőt, kitartást és sok szerencsét kívánunk. Búcsúzunk tőletek, de mindig szeretettel emlékezünk rátok. Fogadjátok tőlünk a te viszonyát, benne az útvonalunk. Egy ősi írásban bocsátunk utatokra benneteket. Legyen előtted mindig út, olyan mindig hátad mögül a szél, az eső puhánásán földjeidre, a nap melegen süsse arcodat, és amíg újra találkozunk, horgan tenyeré az Isten. Kedves vallagú diákok! Dávid Zoltán, polgármester úr, gratulációját szeretném átadni nektek. Egy korszak lezárult, ismét búcsúzni kell az általános iskola végzős diákjaitól, akikre a jövőben új kihívások, új feladatok várnak. Kérem, tolmácsolja feléjük jó kívánságaimat. Mondjál nekik azt is, hogy büszke vagyok rájuk, és köszönöm nekik azt,
hogy diákként nagyon sok mindent hozzátettek a városhoz, eredményekben, hangulatban egyaránt, remélem, ez a jövőben is így lesz. Köszönöm a szülőknek, hogy mindig mindent megtesznek gyermekeik érdekében, és a pedagógusoknak, hogy nem csak a tudás átadásával, hanem jó példával is segítették a tanulókat. Külön köszönöm mindenkinek a vírushelyzet ideje alatt tanúsított odafigyelést és összefogást. Minden jót és sok sikert kívánok az iskola valamennyi diákjának, és jó pihenést a nyára. Dávid Zoltán polgármester úr. Tanévünk legnagyobb ünnepén, nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm végzős tanulóinkat, az őket ballaktató osztályfőnököket, gyermekeikbe, jobban büszke szülőket, László atyát, iskolánk valamennyi munkatársát, tanulóját. Kedves ballagó diákok! Melegség járja át szívünket, mert búcsúzunk 48 diákunktól. A búcsú mindig fáj. Még akkor is, ha a folytatás kellemes, új reményeket keltő. Valami mégis megszűnik, valaminek nincs folytatása, valaminek vége van. Számotokra vége van az alapfokú oktatásnak, befejeztétek általános iskolai tanulmányaitokat. A ti utatok, melyre 8 évvel ezelőtt ráléptetek, lassan valóban véget ér. Búcsúzunk. A búcsúzás ásképzős magyar főnevek kategóriájába tartozik, amit minden év végén a ballagó 8-osok, tanárok és az itt maradó diákok átélnek. Hogy mitől lesz több, mint egy nyelvtani fogalom? A tartalmat mindig ti, diákok töltitek meg. 8 évvel ezelőtt elkezdtétek gyűjteni az élményeket. 2012-ben a szülői kezet szorongatva, kicsit bátortalanul, de kíváncsian léptétek át az intézmény küszöbét. Sokan megszeptemben, vagy kicsit bátrabban feltettétek volna a kérdést. Miért jöttem ide? Ákos, az ismert énekes szavai válaszoltak volna erre a kérdésre a következőképpen. Azért vagy itt, hogy mindent láss. Hogy értsd a szót, hogy olvasd az írást. Azért vagy itt, hogy mindent megtanulj, hogy az égbe szállj, nehogy a porba hullj. Kedves búcsúzó diákok! Most biztosan azt érzitek, hogy az út, melyet 8 évvel ezelőtt léptetek, talán túlságosan és gyorsan elfogyott. Hogy még maradtak, ki nem használt lehetőséget. Azért bízom benne, hogy a szünetek forgataga, a diákprogramok és a tanítási órák emlékezetes pillanatai mellett talán hiányozni fognak a különös izgalommal megért számonkérések is. A sikerért, a tudásért mindig meg kell dolgozni. Igyekezzetek megérteni mindent, de egy-egy területen mélyedjetek el az átlagosnál jobban. Ettől lesztek egyediek, érdekesek. Sose legyetek szürke átlagemberek. Útjaink hamarosan elválnak, de hiszek benne, hogy hamarosan valahol ismét keresztezni fogják egymást. Kassák Lajost idézve, aki elment, az elment. De aki egyszer nálunk volt, az többé sohasem mehet el tőlünk egészen. Remélem, ti mindnyájan azon az úton haladtok, hogy megvalósíthatjátok majd álmaitokat. Tudom, hogy lesz idő, amikor nosztalgiával gondoltok az ötvösös évekre. Mi mindig szeretettel várunk vissza benneteket. Gyertek, ha szükségetek van ránk, gyertek akkor is,
az örömötöket, bánatokat szeretnétek velünk megosztani. Indul a verseny abban a pillanatban, ahogy beléptek a középiskolába. Ne felejtsétek a sokat emlegetett mondást. Aki tanul, halad, aki lusta, marad. Hogy milyen tanulók lesztek, az rajtatok múlik. Az élet már adott sokat, bódított, furcsát és keserves, de még valami tartogat, mondta Adi Endre. Bízom benne, hogy számotokra, kedves diákjaim, csupa szépet, jót és izgalmat tartogat. Kedves szülők, köszönöm önöknek, hogy együttműködésükkel, mai szóval élve partnerségükkel segítették oktató nevelő munkánkat. Kívánok továbbra is sok erőt és egészséget mindnyájuknak, hogy a jövőben is igazi családi háttér állhasson gyermekünk mögött. Megköszönöm minden kedves kolléganőmnek és kollégámnak áldozatkész nevelő-oktató munkáját. Köszönöm a technikai dolgozók munkáját is, akik szintén hozzájárultak ahhoz, hogy ti jól érezhessétek magatokat iskolánkban. Most újra hozzátok fordulok, kedves ballagó diákjaink. Adi Endre szavai elvárásomat tükrözi felétek. Nem kívánom senkitől, hogy csodás dolgot tegyen, de joggal elvárom mindenkitől, hogy ember legyen. Kosztolányi Dezső szavaival pedig jó kívánságomat mondom el. De azt akarom tisztán és fehéren, legyetek vígak és bársonyba járók. A kezetekben egy nagy aranyére, s hódítsátok meg az egész világot. Minden ötvösös nevében szeretettel búcsúzom tőletek. Induljatok tovább, járjátok a számotokra kijelölt utat. Szívből kívánom, hogy érezzétek jól magatokat az új iskolátokban, és sikerrel vegyétek az előttetek álló akadályokat. Isten veletek! A 8-osok útra indultak. Egy bibliai történetet szeretnék jelképesen abba a kis útra valóba, kis tarisznyába beletenni. Királyok könyvében olvasható Illés próféta története, aki vándorolt, és a kenyér erejétől lett ereje a vándorláshoz. Így szól a történet. Illés megrettent, útra kelt és elment, hogy megmentse életét. Amikor a Júdához tartozó Bersábéba ért, ott hagyta szolgáját, maga pedig behúzódott egy napi járásnyi a pusztán. Amikor odaért, leült egy boróka bokor alá, és a halálát kívánt. Azt mondta, most már elég, Uram, vedd magadhoz lelkemet. Én sem vagyok különb atyáimnál. Ezzel lefeküdt és elaludt. Egyszer csak angyal érintette meg, és így szólt hozzá, kelj föl és egyél. Ahogy oda pillantott, lám a fejénél sült cipó, mely egy korsó víz volt. Evett is, ivott is, de aztán újra lefeküdt aludni. Ám az úrangyal másodszor is megjelent, megérintette és azt mondta, kelj föl és egyél, különben túl hosszú lesz neked az út. Fölkelt, evett, ivott, aztán 40 nap és 40 éjjel vándorolt ennek az ételnek az erejéből egészen az Isten hegyéig. A Hóredig. Illés prófétának ez a kenyér adott erőt a vándorlása során a pusztában. Ti is most ilyen nagy vándorútra indultok, ahogy most én elballadtok, jön a következő iskola, és aztán jön a nagybetűs élet. Mi vár rátok, ezt mindenki, hogy izgalommal várja, nem tudjuk. De minden esetre erő kell ahhoz, hogy vándoroljatok, és sorba vegyétek az akadályokat. Ehhez a legnagyobb erőforrásunk és táplálékunk a keresztény hit, az Istenbe vetett hitünk. Abba az Istenbe, akihez imádkozunk, akit megszólítunk,
akihez vasárnaponként elmenjünk a templomba a szentmisére. A keresztény hit, szentírás ismeret, amit az elmúlt években magatokba szívtatok, kívánom, hogy legyen útravalótok és erőtök ezen a vándor úton, ahogyan Illés prófétának is a kenyér volt az erő vándor útja során. Ezt fogja jelképezni ez a kis kenyérke, ez a kis cipócska, amit most kaptok, és ezt fogom megáldani, hogy Isten áldásával induljatok az útra. Dicsőítünk téged, Atyánk, Istenünk, Jézus Krisztus, a te fiad által, aki a pusztában megáldotta az öt kenyeret, és megszaporította, hogy táplálja vele az összegyűlt sokaság. Úrunk, te megadtad, hogy összegyűlve ma együtt ünnepeljük vallagóinkat, és hétről hétre megtöröd és szétosztod közöttünk az eukarisztia tápláló égi kenyerét. Áld meg ezeket a kenyereket, minden nap életünk táplálékát, és taníts meg arra, hogy mindennapi kenyerünket mi is megosszuk másokkal, hogy megízeltessük az igazi testvéri szeretet ízét, szenved dicséretére és dicsőségére, Krisztus a mi urunk által. Amen. Kedves balagó, kívánom, Isten áldása kísérjen benneteket, életetek útján, legyetek nagyon boldogok és sikeresek. Isten áldjon benneteket. Egy gyertya a fényes, csendes este, visszatérünk, s mint a régi dallamokra, álmainkra úgy emlékezünk. Alszik már az utca és a város, ébren talán csak mi álmodunk. Későre jár, mégis nehéz most a búcsú. Gyerekek, ez a nap is elérkezett. Hivatalosan magától a ti búcsúzásotok ilyen kis rövid, egyszerű, családias lett, a beszédem is ilyen jelenről éleszkedik a helyzethez. Családias, de mégis nagyon emlékezetes szerintem. Örökre bevésődik mélyen mindenünk az emlékezetünkben. Ez 2020-as év, amikor a gyerekek vallottak is nekem is. Mélyebben, mint a Pitagorasz tétel a közös. Nem szeretem búcsúzkodni, mert vagy nem tudok mit mondani, vagy túl sokat beszélek. Most az utóbbi helyzet át, bár kihúztam belőle már egy csomó dolgot, úgyhogy még egyszer utoljára kibírjátok, hogy beszélek. És nem vártok közben. Annyira gyorsan történt minden, hirtelen olyan nagyok lehetetek. Kicsit fáj is, de ezt hagyjuk. Mert az élet rendje az, hogy a gyerekek megnőnek és itt hagynak bennünket. Emlékek ugranak be. Talán nem. Zalán belement a Tiszába. Nézd, az csak Szilány, mi van a hátad mögött? Na, az más dal. Mi van azokban a szertrokban? Na jó, akkor ezeket most elfogozzuk. Menjünk megint cserke szőlőre, az olyan király volt. Jaj, tanárnyi, olyan szerelmes volt. Tanárnyi, hogy mert egyedül sétálni a sötétben? Nem fél a medvéktől? Tessék csak nézni, hol aludt el Nándi. De mikor lesz már kész a búcs? Most is lesznek olyan zokni karácsony előtt? De mikor húzzák már ki az én nevemet? Igen, tudjuk, ezt már ezerszer elmondtak. De hát már ezerszer elmondtam, hogy senki nem tudja. Elegem van már ebből, úgy mennék már innen másik suliba. Én még nem akarok elvallatni innen.
Hát nem volt se diadal, mert ez se sétahajózás, a közös négy évünk inkább egy tengeri viharhoz hasonlít, nem? Siker és kudarc, öröm és bánat, kedvesség és bántás, kaland és unalom, minden megtalál bennünket. Csöndes, nyugodt, békés pillanatokban ritkán volt részünk. Így aztán harcoltunk sokat. És békét is kötöttünk többször, formáltuk egymást rendesen, ti engem biztos. Hogy én titeket, azt nem tudom, majd egyszer elmondjátok, egyszer később. Nehéz volt sokszor, de mégis jó volt veletek. Az a szenvedély, az a tűz, az az energia, ami bennetek van, sok mindenre képes. Ha táplál és melegít másokat, akkor jó utoljátok. Én drukkolok nektek. És várom a híreket felőletek, elképzelem, hogy mindannyian megálljátok a helyeteket, bármire is fogtok, és kihozzátok magatokból önmagatok legjobb változatát. És remélem találkozunk még. Az biztos, hogy gyakran gondolok vagyjátok, hogy vajon mi van veletek. És adok nektek én is egy kis tarisznyát és rákocskát, amiben mindenféle vacskot beletettem, ahol szokásra vigyem. Ez nem zokni. Van benne egy kis hülye nadír, csak mondom, mert én nem tudtam rájönni, hogy mi az, de elárulták, szóval az egy nadír, hogy meglátjátok. Van benne egy kavics, amire festettem mindenféle furcsa dolgokat. Teljeségéretlen szerűen ki mi ezt kap, az élet is ilyen, szerencsén is múlnak a dolgok, ez a kavics azt a célt szolgálja, hogy szerencsét hozzon az életetekbe, és ha esetleg megőrzitek sokáig, és olyan helyzetben lesztek, amikor azt érzitek, hogy nem, valamivel nem boldogultak, nézzetek rá, vagy gondoljatok rá, vegyétek elő, és gondoljatok arra, hogy én mit mondani. Hogy azt mondanám, hogy tarts ki, ne add fel, képes vagy rá, és ne félj, és csak menj tovább, és csináld, amit a szíved diktál. Ezeket a kapicsokat egyébként a vasútállomáson is a főtéren. Egy kis emlék annak, aki esetleg a távolba került a szülőhelyétől vagy a hazájától. És van még benne bátorító bölcsesség, néhány, kis tekersben, mert ugye azokat imádom, mint az Adrián, nagyon szeretik adni a én bölcsmondásokat. És még tettem bele egy áldást is, ami nagyon meglepő, a hetedik esetében ezt az áldást mondták el nektek. Lehet, hogy még azért a végén én is elmondom. Hát, ha lesz valami jó hatása, ki tudja, nem tudom. Nyilván, hogy nem fog teljesülni minden, ami abban van, mert az élet az nem ilyen. Az élet az nehéz, de nem kívánom, hogy ne legyenek nehézségeitek, mert abban van a kihívás. Azokat kell teljesíteni, hogy szintet ugorhassatok. Mert ez egy játék, ha jól megnézzük, egy nagyon bonyolult, izgalmas és elég drága játék, mert az életünkkel fizetünk benne. Rengeteg lehetőséget rejt, magunk alakíthatjuk a karakterünket, és végigmentünk mindenféle pályákon. Megharcolhatunk, megsebesülünk, másokat is megsebesítünk. A világ legnehezebb játék. Én azt kívánom, hogy legyen erőtök a nehézségekhez, az áldás pedig még egyszer. Legyen előtted mindig út. Az arcod melegen süsse a nap. A szél mindig a hátad mögött hújjon, az eső puhán essen fölé útja. És amíg találkozunk, hordozzon tenyerét az Isten. És most a bizonyítványokat szeretném nektek átadni, meg néhány jutalomkönyvet is, mert azt is várom kiérdemelték, és vele együtt a kis csomagosokat is. Erős, úgyhogy akinek onnan együtt, az akkor legyen szíves. Ágoston Balázs. Cille László. Köszönöm.
Laci ugyanis nevelő testületi tisztségekben részesül, kicsinő tanulmányát. Csernus Dominika. Kedvi Dominika a 8 év kiemelkedő munkájának elismeréseként nevelő testületi dicséretben részesült. Jaj, ó, bocsánat, ó, az én szabadító elmény. De ügyes vagy, Dominika. Jó, fiú vagy. Csokra van, Dominika. Köszönöm.
kapja a jó tanuló, jó sportoló díjat, ez egy nevelő és testületi dicséretben részesül. Egy másik díjat is kap a számítás technika alapítványtól, a számítás technika versenyeken való eredményi szereplés. A két 8. évfolyam nevében feltartott a szavazat, ami két dalunk. Később